Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Jó reggelt, hagyma vagyok, madárfüttyös, szép jó reggelt egészen pontosan, hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, amivel nem mással fogunk foglalkozni, mint a jó öreg Subnautikával. Visszatértünk az... Aha, szomjas vagyok. Az elképesztő kalandok után, amit a... Nem így? Amit itt lent a különböző... idegen technológiák keresésével telt. Most egy kicsit egyébként ez az ültető, ez egy kicsit az legutolsó patch óta, vagy nem tudom, ez ilyen elég bimbo arcú lett, mert nagyon nehezen tudok dolgokat benne csinálni. Még az hagyján, hogy felveszem a márványdinnyét és megeszem, az még hagyján, de a késsel alig tudom szétütni, hogy legyen belőle mag. Hogyha hát lehet, hogy valamire majd rá kell, ezeket át kell állítani, mert egyszerűen itt kell szenvedni egy 20 percet vele, míg ez az az egy, kell egy rakat mag, tehát nem arról van szó, hogy most akkor egyet szét kell ütnöm, hanem egy rakatot szét kell ütnöm. És nem érem el, nem éri el ezzel a nyomorult késsel. Googolni meg nem lehet még. Úgy, kettő. Talán itt is, itt a szélén is szét tudok ütni egyet, kettőt, de... Igen. Meg talán a másik oldalt is, de jó lenne. Igen, jó. Azt hiszem, hogy ennyi az a márványdinnye maga, amit most így össze tudok szedni. Ez meg is telt, nagyon jó. És hát messziről jöttünk múltkor, ugye, és elhatároztuk, hogy vissza is fogunk menni mindenféleképpen, csak dolgokat kell itt csinálnunk. A legfőbb dolog, amit nekünk csinálnunk kell jelen pillanatban, az nem más, mint előkészíteni a robotunkat, arra, hogy visszamenjünk, és előkészíteni a robotot, az csak és kizárólag nikkel, az hol van? Akkor különlegesek, ezüst plusz különlegesek van a nikkel, ezüstért, gyémánt, hát akkor lesz ott a nikkel, és az ion kocka az hol lehet? Hát valószínűleg az is a különlegesekbe fog most tartozni. 12-es kabin, nem is tudom már melyik kabint intéztem, vagy melyiket nem, ugye ebbe tartom a kabinnak a jelzéseit, de ez már meg is telt, úgyhogy ez már egyáltalán nem jó. Viszont kell, hogy legyen máshol még egy kulcsom, nem? Ezt kivesszük, megpróbáljuk visszarakni az ugye, hogyha van ott még hely. Lehet, hogy trendet, kicsit rendet kéne rakni szerintem majd a játékon kívül. Nézzük csak meg, hogy áll a Kyklops. Ú, és milyen kis szép akváriumon van, nem tudom mennyire láttátok, vagy mennyire emlékeztek rá. Van robbanóhal benne, ami nagyon ritka, legalábbis eddig. Van ott egy ilyen pók, nem tudom micsoda, ami nagyon ritka. Van egy ilyen... milyen szellemhal, vagy mi ennek a neve. Mindenféle halacska van benne. Nagyon, nagyon, nagyon kis vidám hely lett ez az akvárium. De ami most a legfontosabb az az, hogy először is megnézem, hogy ez a hajó hogy áll. Van itt víz. Fertőtlenített víz is van, tápanyagrúd, sugárzásálló, meg minden ruha. Jeladó. Jeladót kell még csinálnom, ez egyáltalán nem elegendő, ami nálam van. Azt már föl is írhatjuk a to-do listára. Megpróbálok szétvágni egy dinnyét. Hogy akkor ezeket a magokat, kettőt ide belerakunk, hogy ne legyen abból probléma, hogy később esetleg nincs elég kajánk.
Igen, az energiacellákat szépen belepattintjuk. Itt egy 5%-os van, azt is egy 100%-os cseréljük ki. Ezen az oldalon 100%-os, 100%-os és 100%-os, tehát most elvileg akkor szépen föl... Szépen az energiát azt föltöltöttük. Tanítsd ezt a lénycsapda. Aha, ez nekünk nem kell, ez csak a kapacitását növeli meg. Hanglokátor, ezt jól lenne kifejleszteni, csak nem tudjuk, hogy kell hozzá. Baj, és nem is tudom, mik vannak most berakva. Teljesen elfelejtettem, hogy mik vannak berakva a Kükloszba kiegészítőnek. Még azt látom, hogy egy hely van. Lénycsapda fejlesztésben kettő van benne. Pajzs! 400 méterre módosítja a biztonsági merülési mélységet. Ez azt jelenti, de eddig 900 méter volt. És 900 méter. Jó. Rendben. Nem tudom, hogy nézzük csak meg, hogy mik azok, amik esetleg hasznosak lehetnek még. Ugye, ez megvan, Kükrosz motor hatékonysági modulhoz kell egy darab számítógép chip. Ezt akár föl is írhatom egyébként, mert szükséges lesz. Jó, egy darab számítógép chipet ide be kell hozni. És az egy darab számítógép chip mellett úgy döntöttem, hogy valamennyi elsősegélydobozt is behozok, mert mégsem jár jó az, hogy gyakorlatilag tényleg nincs ott elsősegély. Ennyit beviszek, és egy számítógép chip kell nekem, amihez kell részdrót, arany és tábla koral minta kettő darab. Na nézzük, tábla koral minta, elfogyott a tábla koral mintám. Hát akkor azért ki kell menni mindenképpen. És vágni kell jó pár darabot, nem tudom mennyi helyen van. Hogy megint ne kelljen menni egy ideig. Nem is emlékszem, illetve emlékszem, hogy néz ki, de nem emlékszem, hol van itt közelbe. Ugye ez ilyen kis vörös korall egyébként. Igen, ez itt a... Ez itt mi? Ja, ez itt a elemtöltőm, ide be is megyünk. Hogyha már erre jöttünk, akkor ide be is megyünk. Hát ez még nem töltött föl. Ez a kettő darab. Nem akarok össze-vissza kapkodni. Semmiféleképpen. De azt azért szeretném, hogy ez mi energia továbbító. Feltéri modulok, energiacella töltő állomás, hát akkor ide lepattintunk egyet, aztán majd kell hozni fejlesztett kábelkészletet, aluminium kristályt, meg ilyesmit, mert az, hogy kettő darab ilyen energiacellát tudunk tölteni, az nem sok, egyáltalán nem sok. Na nézzük, hol is vagyunk? Igen. Milyen lassan mozognak a halak egyébként? Ó, itt van barátunk! Szia barátunk! Megcsimogatjuk picit. Menjél! Menjél utadra! Illetve gyere utánunk, valószínűleg utánunk is fogsz jönni. Nagyon, itt az utolsó pecsóta, úgy lehet, ez mi? Ezt az óriás korallcsövet nem szkenneltem még le. Hihetetlen. Éjszaka van, lehet nappal kellett volna eljönni, de azért itt van. Aha, itt is van. Ez az a táblakor, ami nekünk kell. Érdekes, le kell szkennelnünk megint. Hát ugye jönnek folyamatosan a patchek. Jönnek folyamatosan a patchek, és ezek a patchek, ezek állandóan változtatnak dolgokat egyébként. Tehát nagyon durva. Na, úgy. Úgy. És mindig egy csomó mindent elfelejtünk, meg egy csomó technológiát elfelejtünk néha, és mindig ezeket
Újra kell gondolni. Menjünk, veszünk itt levegőt. És berakjuk szépen a lámpánkat is ide. Ezért az a jobban látunk bőven. Ezt már megtanultam. Ne gyere ide, amikor éppen táblakorral mintát gyűjtünk. Úgy. Kettő. Érdemes minél többet egyszer összegyűjteni, mert ez biztos, hogy mindig kell. Tehát ez olyan alapanyag egyébként, amit az elektromos berendezések nagy részéhez, vagy hát a legfontosabb elektromos berendezések, pont a számítógép chip készítése miatt egyébként sok darabra van szükség. Még egyet föl tudunk szedni. Nézzünk körül, hogy hol van. Az nem vörös táblakorral szerintem, csak sima táblakorral. Talán ez. Jaj, ne, állj már mindig oda! Itt ez egy ilyen kis szeretetre éhes senki házi. Ugye ez a legutolsó patchben bejött jó barát. Most ez ugyanaz a táblakorral, mint a végül is? Igen. Jó. Jó, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy most meg is oldottuk ezt a táblakorral kérdést, úgyhogy mehetünk is haza. Remélem 107 másodperc alatt azért meg tudjuk tenni ezt a 200 métert. Szerencsére elég sok fejlesztést sikerült az elmúlt napokban megcsinálni, és milyen jól néz ki a bázisom, azt kéne, hogy még onnan összekötni. Tudom, hogy meg lehet csinálni. Nekem mindig körbe menni, nagyon idegesítő egyébként. Úgy van elvileg, hogy nem tudom mi ez a hang, de elég furi. Ez a zenének a kezdete volt, mert azt hittem, hogy ez bimbóság van a levegőben. Tehát, ja igen, táblakorral minta. Tökéletes, ezt már egy kicsit összezavarodtam, ezt ide kirakjuk, és kettőt meghagyunk magunknál. Így. És akkor elvileg rézdrót kell, amihez értem szerintem valószínűleg rézre van szükségünk. Rézdót kell hozzá, ugye? Milyen felszerelést találtunk? A narancs táblát le tudjuk már gyártani, meg a lila táblát, meg a narancs táblát. Nagyon ügyesek vagyunk. Mi ez? Rézdrót kell hozzá. Igen, ezt is gyártjuk. És arany volt a következő, amit föl kell, hogy ehhez használjunk. És vettem, remélem, mert egy elég, hogyha jól emlékszem, egy elégnek kell, hogy legyen. Igen. Jó, tehát akkor azt a... Nem is tudom milyen kiegészítőt, azt most föl tudjuk oda rakni a nagy hajóba. De amit még kell csinálnunk az az... Várjunk csak, magunkhoz veszek pár titánt. Így. Előkapjuk az élőhelyépítőt, és van egy ötletem. És merre van? Jaj, a franc egyen meg. Ja, üveg! Ja, de nem elalakú üvegszakasz kell nekem, hanem sima elalakú szakasz kell nekem. És oda kell rakni az elalakú szakaszt. Remélem jó irányba elalakú. Igen, ide kell egy egyenes szakasz. Ki kell menni hozzá? Ki kell menni hozzá, hogy oda rakjam. Nehogy már. De valamit lepattintottam, ami nem feltétlenül akartam lepattintani egyébként. Mindjárt fölvesszük. Csak mekkora király lenne, ha nem kéne így. Ugye a bázis egy ilyen
hogy a folyamatos fejlődés miatt egy ilyen kör, és itt nincs befejezve ez a kör. Na nézzük csak meg, akkor ezt fölvesszük, és akkor egy egyenes szakasz kell nekünk ide. Így. Tökéletes. Elvileg akkor ez így működni is tud. Jaj, milyenek vagytok? Menj már innen, menj innen. Azaz, kicsinálom. Ezek ilyen senkiház, ilyen harapós halak egyébként, de ennek is idegesítenek azzal, hogy belém harapnak. Na, tökéletes. Elvileg akkor ott körbe tudunk menni, ellenőrizzük a munkát azért először. Ha itt vagyunk, akkor itt el tudunk menni, és itt be tudunk. Tökéletes. Na nézzük. Ez egy sima fabrikátor. Menj innen! Menj innen! Gyere utánam akkor! Gyere ide! Gyere ide! Hol vagy? Tökéletes. Ne kövess! Remélem most már nem fog követni, hogy kiadtam neki a parancsot. Na, lépegető modul, és én arra gondoltam, hát nem tudom, hogy a torpedókéz az nyilván jó lenne. A fúrókar az fönt van. De lehet, hogy nekünk egy csákjázó karra lenne szükségünk. Benzol kell. Azt sem tudom, hogy csináljunk benzol. Várjon, csak az itt van. De ezt meg tudjuk nézni. Behérítő. Polialinin. Sósav. A. Reaktor rúd. Hát lehet, hogy a csákjázókart nem fogjuk tudni megcsinálni, mert nincsen benzolunk. Tudjuk, hogy kell előállítani a benzolt. És ez nem jó. Pedig ezt a csákjázókart akartam egyébként megcsinálni. Honnan jön a benzol? Szerintem valami ízét, növényt kell majd leszkennelni miatta. Na mindegy. Akkor is, nem tudom, a másik kar helyett talán érdemes akkor is csinálni valamit. Mondjuk egy torpedó aerogél. Nem tudom, ide beállok a robottal. Kezdjük így. Kezdjük úgy, hogy beállok ide a robottal, ugye azt szeretném felfejleszteni. Meg kell néznem, milyen fejlesztések vannak, és milyen fejlesztéseket érdemes belerakni. Valószínűleg, hát valamilyen, hogyha nincsen meg ez a modulunk, vagy nem tudjuk megszerezni ezt a modult, na menjél már innen. Több energiát kell majd a lebegésre, illetve a jetpackre adni. Megnézzük, hogy ez lehetséges-e. Gyerünk. Jó, beálltunk a robottal. Egyáltalán semmilyen modul nincs benne, úgyhogy szabadon válogathatunk. Az a kérdés igazából, hogy jármű hatékonysági modul, burkolat erősítő. Ez például érdekes lehet mindenféleképpen. Valami ránk támad, akkor ez kelleni fog. Ezt bele is pattintjuk. Mindig elfelejtem, hogy Krisztián mit mond, melyik kiegészítőt mondja. A kis hajónak, de talán ez is segít. Ja, nem, ő a védelmi rendszer kell. Nem. Nem. De a védelmi rendszert mondja, de az is, ja, az polialidin kell, azt mondja, tudok csinálni egyébként. De ehhez hőerőműve. Újra tölti az energiacákat magas hőmérsékletű környezetben. Ez még
Még jó is. Mondjuk Kianit azt nem tudom, hogy hol van. Nem is találkoztam még ilyennel. Még egy ilyen számítógépcsöpet le kell gyártanom, hogy a hatékonyság növelő modult azt a nagyhajóra is legyártsam. Százötven méterre módosítja a maximális mélységet. Hát nem tudom, hogy ez bug vagy nem bug, ugye nekünk a maximális mélység az elég sok. Tehát, hogyha mondjuk beleszállok ebbe, akkor én úgy emlékszem, hogy a lépegető ilyen rohadt mélyre le tud menni. 900 méterre le tud menni, nem kell itt maximális mélységet 100 méterre módosítani. Ne harapjad az oldalát a fázisomnak! Hallod? Te kis senki házi. Mondjuk ez sebez, ez a kar egyébként. Durván. Nagyon durván sebez. Itt vagy te is. És nagyon messze. De nem baj, most elszaladt. Jó. Mit is kell nekünk? Számítógépcsipet kell még egyet legyártanunk, hogy a burkolat erősítés a nagy hajóba is meglegyen. Azt hiszem, hogy azt kell, azt akartam, de mindenféleképpen számítógépcsip kell. Oh-oh. Oh-oh. Itt valami be akar jönni, és bizony nem valami barátságos dolog, hanem víz, ami mondjuk 100 méterrel a tenger alatt nem feltétlen jó. Rendben. Ja igen, számítógépcsip kell hozzá réz. Azt hiszem kettő, úgyhogy még egy. Kell hozzá táblakora, kettő. Kell hozzá egy arany. És azt hiszem ezekből meg tudjuk csinálni ezt akkor a számítógép csippet. Részdrót. És számítógép csip. Nagyon jó, de és nagyon sajnálom, hogy ezeket a dolgokat nem tudom. Ultra gyorsan sikló úszonyok milyenek vannak nekem? Nekem úszás közben töltő. Nem tudom melyik a jobb. Végülis az ultra gyorsan sikló az jobb, mint a töltő szerintem. A töltő az csak azt tölti, ami a kezemben van? Mi a kezemben van? Hát én nem is tudom. Ez mi? Ultra gyorsan úszás közben töltő. Mint hogyha én legyártottam volna már valamit. De nem. Hát nézzük meg akkor ezt az ultra gyorsan úszót is. Le kell gyártanunk hozzá egy sima úszonyt, ami szilikon gumi kell hozzá kettő darab. Amihez, valami undorító kell, el kell menni ezért, tudom, emlékszem. Mag, úszó, szőlő, mag, fürt, ugye, amit nem tudunk félrerakni. Már hogy állok ezzel? Titánt vissza kell rakni, az egészen biztos. Mit is kell fölvinni? Nem kell visszarakni a titánt. Föl kell vinni dolgokat, és elfelejtettem, mit kell fölvinni. Ja, meg tudom nézni. Mert ugye fönt, ahol elkezdtük tölteni a cuccainkat, ott van nekünk egy ilyenünk. És kell nekünk alumínium oxid kristály 2. Ezüst, titán rész, titán só. Lehet, hogy a különlegesekben van az ezüst mellett az alumínium oxid. Gyémánt, higany, ezüst, nem. Magnetit, uránszurokérc, gyémánt, nem is értem az mit keres itt. Alumínumoxidnak valahol kell lenni. Alumínumoxid kristálynak valahol kell lenni. Ja, csináltam neki külön helyet, mi? Mert annyit hoztam, igen. Jó, alumínumoxid kristály 2. És fejlett kábel készlet kell neki, amit innen tudunk megcsinálni, amihez kell egy kábelkészlet.
Ezüst 2, arany 2, ismét számítógép chip, tehát jó. Ezüst 2, arany 2, megcsináljuk akkor a fejlesztett kábelkészletet. És utána megcsináljuk a következő számítógép chipet, amihez kell. Két réz, egy arany, meg két táblakorral. El fog fogyni a rezem egyébként, úgyhogy azért is el kell menni. Kettőt vettem ki, igen. Kettőt. Két táblakorral minta. Egy, kettő. És egy arany. Egy. Tökéletes. Így megcsináljuk a rézdrótot. És megcsináljuk a számítógép chipet ismét. Látjátok, mennyire elképesztően fontos egyébként a táblakorral, hogy ennyire az a... Jaj, ne. A belsőket, meg a hátsókat egyen meg. Inkább. Mert a szélsőket tudom levágni. A belsőket meg nem. Így. Tökéletes. Márványdínje. És akkor ezt megpróbáljuk ezekbe belevágni. Jó. Jó, vissza is ültettük akkor a dolgokat. Ebben nincs visszaültetve. Huha. Nem szabad ezt ilyen parlagon hagyni ezeket a dolgokat, mert csúnya világ lesz, ha ilyen halok. Jó. Most összekeveredtem. Ja igen, emlékszem, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy most ezt le tudom ott fönt gyártani, és van nálam egy számítógép chip is. Jó. Akkor azt csináljuk, hogy ugye nem felejtettük el, hogy kúszó szőlő magfürtért kell mennünk. De mert éjszaka van, és én éjszaka utálok bárhova is menni, ezért lefekszek aludni a kükloszba, hogy nappal legyen. És akkor lássunk dolgokat. Úgy, és akkor mehetünk is. Először fölmegyünk a töltőbázisra, az elemtöltőbázisra. Ugye, ami külön árammal működik, azért olyan nagyszerű. Hol van nekünk a sajónk? Végül is. Ben van a csikóhalunk. Ó, hogy egyen meg, a frász egye meg ezt. Hogy mégis egy gyorsabb ezzel elindulni. És azért az energiacellák a legutolsó patch óta azért elég durván fogynak. Igazából nem is a patch miatt szerintem, hanem azért, mert rengeteg kiegészítőt kezdtem el használni és felszerelni a dolgaimra. És ezért folyamatos újratöltésre van szükség, és itt ugye a hőenergiából ott simán újra tudjuk tölteni a dolgokat. Tehát, energiacella 0%, energiacella 5%, nagyon jó. Ez a mind a kettő 100%, mert semmi. Le kellett volna hoznom, ami... És 0%, nagyon jó, hát egy most így pocsékba fog menni. Elmegyünk kúszószőlő magfürtér. Ugye itt is van. Még ez nem feltétlenül lesz elég. Elég sokat szeretnék, hogy a szilikont legyártani. De nem vágni kell ezt, hanem kúszószőlő mintát ki is dobjuk. Na, de mégis elég lesz, úgy látom, itt már elég
sokat le lehet szedni egy-egy ilyen fűről. Így. Belerakom a... Van? Ja, oda. Belerakom a tárolójába ennek a szerencse nélkülinek. Ezt nem lehet kiszedni most belőle, nem lehet kidobni egyszerűen. Személyes tárgyak szállítása szolgálat közönséges táska. Jó, akkor ennyit, négyet viszünk el, és ezekből fogunk szilikont csinálni. Azt hiszem, hogy három kell egy szilikon, már remélem, hogy kettő kell egy szilikon, és akkor nem kell visszajönnünk. Hát ez egy ilyen kis nyugisabb rész, nyugisabb megoldás, amikor szépen itt a nagy csata előtt fölkészülünk a dolgokra. Még frászt kapok ettől a póktól. Na, szilikon. Hol van, ez az. Igen, kettő kell egyhez, úgyhogy ez nagyon jó. És akkor felszerelés, uszonyok. Tökéletes. Extra gyors uszonyaim is lettek most már. Úgy, majd ezt szépen berakjuk, ezt nem rakjuk le. Még egy szilikon gumit gyártunk. Még kettőt gyártunk egészen pontosan. Sőt, egy kúszószőfülűből jön két szilikon. Aha! Most négy szilikon van nálam. Egy, kettő, három, négy, bizony. Hát akkor itt az egyébbe berakjuk. Beraknánk, ha lenne hely, de nincsen. Nem is tudom, hol rakjuk. Kvarc, táblakoral, hát berakjuk akkor ide a táblakoralba most. El fog férni, akkor van nálam 300%-os energiacella, nézzük csak meg, hogy itt mi van. Hát igen, ezeket mondjuk lehetne föltölteni ott szépen. Mi volt itt még az egyébben, ez érdekes volt. Csikóhal kis távolságú védelmi rendszere. Ezt talán belerakjuk a csikóhalba. És nem tudom, hogy azt a kettes mentőkabint én már ezt kifejlett, vagy megnéztem, vagy nem néztem meg. Na mindegy, majd ez kiderül. Minden esetre, ugye mivel a robottal megyünk most le, hogy dolgokat tudjunk bányászni, ezért szépen bele kell, hogy üljünk ide a nyomorultba. Ez az. Csodálatos. Leszaladunk szépen ide az aljára. És hát ezeket szerintem, ezeket az energiacellákat, sőt nem is, az energiacellákat kivesszük, mert itt volt valahol energia, pót energiacella. Nem? Nem? Lehet, hogy nem volt? Ó, kellett volna csinálni jeladót, mindegy most már. Nem lehet ezt elnevezni, ezt sajnos. Jó, hát akkor ide belerakjuk az energiacellát. Van egy titán, amit nem értek, hogy miért hoztam magammal. A felszerelések közébe rakjuk a felszerelést. Kirakunk néhány darab medkitet. Egyet magunkkal visszük. Kenőanyag nem kell nekünk ide most. Poroltó. Ez se kell nekünk ide most. Ezt el fogom felejteni, hogy itt van. Egészen biztos vagyok benne, hogy el fogom felejteni, hogy itt van. Úgy, és talán az energiahatékonysági modult akartam kifejleszteni, mert az... egy csapdát kellett volna még csinálnom. Energiahatékonysági modult... Nem, az van. Valamit ki akartam fejleszteni, nem volt. Tényleg a motorhatékonysági modult akartam kifejleszteni, hát az van nekem. A francban. Na, nem baj!
De ez a csapda kilövőt, ezt mindenféleképpen meg kell csinálni. Sajnálom, még nem tudunk elindulni. A csapda kilövőt mindenféleképpen meg kell csinálni. Enélkül sajnos nincsen, nem indulhatunk el. És nem csak kettőt vagy ötöt kell csinálnunk igazából, hanem egy rakattal. Nem tudom, mennyi helyet foglal, mondjuk helyen most van. Nézzük csak. Nem torpedó kell nekünk, hanem... Ne, ugye nem itt... Nem... Aj, ugye... Fogadjunk, hogy fönt kell megcsinálni. Felszerelés... Ó, hogy jönne rád, és ne legyen kivel. Szia, Pista! Te is kikeltél? Te itt maradsz, amíg a másikkal játszunk kint. Te leszel a pót, barátságos halam. Mi ez? Nézzük csak meg. Ez fejlesztése. Ezt is meg lehet csinálni egyébként. 1000 méterre módosítja a biztonsági merülés mélységet. Na jó, megnézzük akkor, hogy a csapdához mi kell. Hát várjunk csak, meg lehet, hogy itt is benne van. Csak itt olyan sok minden van benne, nem lehet keresni. Elektro nem, reaktorrúd nem. Faja nem, felszerelés. Ilyen van rajtam, nem? Nagy kapacitású oxigén. Rendkívül nagy kapacitású van rajtam. Nem is nagy kapacitású. Igen, ledrúd. Hát, még ilyenben is gondolkodhatnánk egyébként, hogy ilyeneket is gyártunk. Lény, csapda. Titán kell, meg kábelkészlet. 3 titán, 1 kábelkészlet. Akkor mit tudom én, gyártsunk le, hát 5-öt mondjuk, jó? Akkor 5-öt gyártunk le. Kábel készlet, ez kell ezüst, ezt a 10 ezüstre van szükségünk, nem lesz ezüstünk. 1, 2, 3, 4, hát 2 csapdát tudunk legyártani. Mi ez? Kábel készlet, igen. És akkor mi volt még? Csapda, és akkor 6 darab titánra van szükségünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, hát ez a 2 darab csapda lesz, igazából majd oda kell figyelnünk. Ja. És azt hiszem a lépegetőbe akkor, hogyha jól emlékszem, bele is raktam azt a csodálatos modult, amelyik visszatölti az energiacellát a hő hatására. Itt ennek nincsen ilyenje? Hú, de kianit kell hozzá, nem tudom mi. Lehet, hogy a gizébe se raktam akkor bele? Ja, csapdát azt itt kell legyártani. Nem itt kell legyártani. Hát nem tudom, hol kell legyártani a csapdát. Ne vicceljünk már. Jaj, mennyi bajom van ezzel az egésszel. Úgy. Megjavítjuk. Az egészen biztos. Úgy. És most megkeresem, hol kell legyártani a csapdát. Akkor lehet, hogy itt ezek valamelyikbe kell legyártani. Nem a torpedóba kell. Átlagos módon. Nem itt kell. Lény csapda, 3. Ja, hogy 3-hoz kell. Aha, tehát akkor most 6 darabom lesz. Nagyon jó.
Ez mondjuk elég nagy. És szépen át kell vinnem. Kettesével. Megijedtem már. Lény csapda. Egy. Na. Kettő. Akkor hatot gyártottam le. Háromszor kell menni, és akkor be is hordtam mindet, amit szerettem volna. És utána is indulhatunk gyakorlatilag. Krisztiának köszönhetően tudom, hogy egy csomó mindent nem fedeztem még ott fönn, vagy lent föl, amit szerettem volna. Mi van nálam? Három. Úgyhogy mindenféleképpen le fogok menni megint abba a csodálatosan szép és gyönyörű helyre, ahol mindenféle dolgokat tudok felfedezni, és ami nem más, mint ez a Lost River, vagy mi a rák. Remélem, hogy a fúrókar miatt sokkal több alapanyagot tudok olyat felhozni, amit eddig nem sikerült megszereznem. Úgyhogy ez a terv Isten igazából. Még elveszünk egy darab ilyen csapdát lentről, visszaállunk a robotunkkal Kükloszba, és indulhatunk is gyakorlatilag szerintem. Hát nem tudom, hogy esetleg még a pótelemekért fölmenjek-e. Végülis arra felé kanyarodunk majd a nagyhajóval. Viszont akkor, hát a föltöltötte már azóta 100%-ra a bulit, fölviszek energiacellát, 1, 2, 3, 4-et, és akkor ott a szépen, amíg mi kalandozunk, ezek szépen töltődhetnek, hogyha van olyan már energiacell, ami most is föltöltődött. Lépegetővel bedokkolunk. Elvileg csak space-t kell nyomnunk, és akkor pont oda megyünk. Nagyon jó. Beindítjuk a motort. 100%-os a minden. Semmit nem lehet ebből a szerencsétlenségből látni, persze. Merre van az eleje? Nem erre kell mennünk. Pont nem erre kell mennünk, amerre fordult. Szia, Csikóhal, most téged itt hagylak. Meglátogatjuk kis bázisunkat itt a dombon. Ha megtaláljuk, meg is van. Nagyon jó. És megnézzük, hogy hogy állnak azok az elemek, vagy azok az energiacellák, amiket beraktunk. Ide mindenféleképpen be tudunk egyet rakni. Egy 29%-osat. Nem, egy 19%-osat. Ide pedig, mi ez? 67, 72, akkor a 43, meg 50, ó, 50%-osat rakjuk be. Ezek kellenek nekem most? 66, 72, 67, tehát elviszem, berakom legfeljebb ott a raktérbe. És akkor szépen mi elindulunk a nagy kalandunkra. Viszont ennek a videónak itt van a vége. A következő részben ismét lemerülünk olyan mélységekbe, amit még ember, ahova még ember nem járt. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Pá, pá!